Üdvözlöm Önöket, ez itt a Képtár. Több napos túrán népszerűsítették a téli Balatont. 5 hajóval közel 40-en vágtak neki a hideg jeges tónak, közöttük profi és kevésbé hozzáértő vitorlázók. Kiváló időjárás várta a vitorlázókat hétvégén Balatonlellén. 5 hajóval indultak útnak a résztvevők az első balatoni téli vitorlás túrán. Az robbanni fog. A jeges élmény számos fotón örökítették meg a résztvevők. A csoportkép után közel 40-en szálltak vízre. Gerő András vitorlás szakújságíró és versenyző azt mondja, a túra ezúttal elsősorban a kikapcsolódást szolgálja. Nem csak az adrenalin pluszért jövünk ki, hanem azért jövünk ki, mert fúj a szél. Gyönyörű az idő, és a víz nincs befagyva, tehát semmi nem akadályoz minket, hogy hajózzunk. Évről évre egyre többen bérelnek hobbiból hajót a magyar tengeren, amely már nem csak nyáron, hanem a szezonon kívül is népszerű. Szerintem a környezet tudatos életforma tereli az embereket olyan sportágak felé, ahol nincs olyan karbonlábnyom, mint hogyha autóversenyeznének, vagy nem tudom én, motorversenyeznének. Nem lebecsülve ennek a sportágok jelentőségét, én is szeretem nézni, de ugyanúgy a vitorlázásban is az adrenalint meg lehet szerezni. A kétnapos túrára tapasztalt és a vitorlázásban kevésbé tapasztalt résztvevők is érkeztek. A cél, hogy a téli Balatont népszerűsítsék. Ez egy olyan különleges élményt nyújt, illetve hát nem csak ez, millió egy olyan dolgot tudok felsorolni a téli Balatonon, ami élmény nyújt. Mi ezeket az élményeket szeretnénk megmutatni. Tóth Balázs azt mondja, ma már nem elég csak a Balaton ahhoz, hogy turisták ezreit vonzák a települések. Olyan különleges programokra van szükség, amely télen is megmozgatja és utazásra bírja az érdeklődőket. December 2-án 32 egység nevezett a vitorlás versenyünkre. Egy-egy hétvégén több száz ember korcsolyázik a műjégpályánkon. Az élményszaunákba sokszor helyet kell foglalni, hogy beférjenek. Tehát azt gondolom, hogy sikeresek ezek a kezdeményezések. A túrán a hideg jeges víz sem akadályozta meg Tóth Balást és Bagyó Sándort, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetőjét, hogy megmártozzanak a Balatonban. Első alkalommal dirigálta a Pannon Filharmonikusokat Maestro Zséber Varga vezetőkarmesterként január 26-án a Pécsi Kodály Központban. Előtte egy nappal a Műpában lépett színpadra a zenekarral. A pécsi szereplést követően a Pannoni Klub francia estjén várták a művészt és közönségét egy beszélgetős műsorba. Az idei évattól Zséber Varga magyar származású karmester, vezetőkarmesterként dolgozik a Pannon Filharmonikusokkal Bogányi Tibor vezetőkarmesterrel közösen. Kinevezésével a Pannon Filharmonikusoknál valósul meg elsőként hazánkban, hogy két vezetőkarmester áll egy zenekar élén. A nagyhírű Varga Tibor hegedű művész fia, Zséber Varga egyedi stílusban és ösztönös tehetséggel vezényel. A Maestro január 25-én a Műpában, illetve Pécset 26-án debütált a zenekarra, a kiváló akusztikájú Kodály Központban, amelyet az új vezetőkarmester is elismert. Mindig lehet egy kicsit több, és még jobb, és még jobb, és még... Ez egy luxus, hogy lehet egy ilyen zenekarral és egy ilyen teremmel, és dolgozni még egy kicsit jobb, és még egy próba, és még próbálunk egy kicsit jobban csinálni, és a hangok, és a együtt, és a staccato, és az egész dolgok, ami a zené, hogy még klárom, még szebb lesz. Ez egy luxus, ez fantasztikus a zenét csinálni, zenész vagyunk, nem valami piszkos munka, vagy mi nagyon boldog vagyunk, és szerencsés, hogy tudunk ezt csinálni, és fizetni, és kapunk fizetés, és akkor is, ha nem elég a zenészek, mindig kell egy kicsit jobb, az is kellene, hogy a zenészek többet is kapnak ezt a munkára, de jobban is játszanak, és úgy. Ami nem végez, mindig tovább megy. Amit látom, kicsi, de van kvalitét, és megint mondok, ezt a terem és ezt a publikum, ez csak egy van. Én talán az egész világban ismerem két-három ilyen helyek, mint ezt a terem. Szóval ez egy luxus, ez unglaublich, fantasztikus.
A Könnyed Elegancia című koncerten Erik Satie, Karol Szymanowski és César Franck egy-egy műve csendült fel. Benjamin Byman fiatal, mindössze 30 éves amerikai hegedű művész is fellépett. A fiatal tehetség világszerte kitörő sikereket arat. A koncertet most is zárt körű klubest követte. Ezen azok vehettek részt, akik a Pannoni kumbérletük mellé klubtagságot is vásároltak. A Pannoni klubot ebben az évadban indította útjára a Pannon Filharmonikusok. Ez volt a harmadik este, amikor is találkoztak a klubtagokkal. Minden alkalom egy-egy koncerthez és egy nemzeti kultúrához kötődik, mondja Horváth Zsolt, a zenekar igazgatója. Épp a francia zeneművek mentén Párizsról és a francia zenekultúráról, egyáltalán a francia kultúráról beszélgettünk vendégeinkkel, amely műsor és program és beszélgetés természetesen kötődik az új vezető karmesterhez, Gilbert Vargához is, aki magyar gyökerekkel bír, Londonban született, majd aztán Svájcban nevelkedett, és több mint 20 éve Franciaországban, Toulouse-ban él, és egyébként dolgozik Amerikában és Ázsiában, és legújabban Pécset. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy egy korszak kezdődik el Pécs zene életében, nem az első, hiszen a Pannon Filharmonikusok megújulása, de hogyha nagyobb kontextusba teszem, az a több mint 200 éves zenekultúra, ami Pécset van, az nagyon-nagyon fontos személyiségekhez kötődik, fontos alkotói periódusokhoz kötődik. A ma esti hangversennyel indított periódus, amely remélem, hogy nagyon sok évig tart majd Gilbert Vargával, ez egy újabb korszakát jelenti majd Pécs zene életének. A Pannoni Klubest beszélgetése Gráf Orsolya marketingigazgató moderálásával zajlott. A maestro ebben az évadban még további 3 koncerten vezényli a zenekart a Kodály Központban. Posztumusz vándorkiállításon emlékeznek Márton Lászlóra Fonyódon. A tárlaton az elhunyt fotós alkotásai, közöttük a Somogyi Hírlapnak készült munkái láthatók. A megnyitó Baricz Kati fotográfus, aki szoros barátságban állt Márton Lászlóval, úgy fogalmazott, Laci szellemisége a képeiben él tovább. Amikor szobámba költözik a csend, amikor a hajnal első fénye olvat aranyként csorog alá, amikor olyan helyen ébredek, melyben levegő és víz, fény és idő egymást átfedő rétegeiben létezik, a külvilág hangjai egyszerre elhalnak. Így emlékezett vissza barátjára Baricz Kati fotóművész, aki a könnyeivel küszködve mesélt érzéseiről a közönségnek. Posztumusz vándor kiállítással emlékeztek Márton Lászlóra a Fonyódi Feng Shui galériában. Innek az a lényeg, hogy a Laci is csinált képeket, most az, hogy milyen szinten leszünk művészek. Isten tudja, igen, hogy mit tesz azzá bennünket, ha a magunk hite, vagy a társadalmi helyzet, vagy maga a jelenlegi politikai helyzet, mert a pénz, vagy bármi, ami beleszól ebbe, figyeltek ide. A Laciba az volt a csodálatos, hogy ő tette azt, és ez volt a fantasztikus, ami belőle szívből jött. A tárlaton az elhunyt fotós alkotásai, közöttük a Somogyi Hírlapnak készített munkái is láthatóak. A kiállítás március végéig várja a látogatókat Fonyódon. Színerő. Ezzel a címmel nyílik majd kiállítása az M21 galériában februárban. Azonban az alkotók és a képek már most a helyszínen vannak, ugyanis egy kéthetes szimpózium termékei lesznek a művek. Kameránkkal a készülődés fázisában látogattunk el az intézménybe. Készülnek a festmények a Pécsi Kulturális Negyed M21-es galériájában. A Színerő léptékváltás szimpozium néhány születő alkotását láthattuk kameránkkal január végén. Ez egy olyan szimpózium, ami már egy évtizedre tekint, több mint egy évtizedre tekint vissza, hiszen Keserű Ilona, professzor emerita volt az, aki a 2006-2007-es tanévben először meghirdette ezt a kurzust, elsősorban doktorandusz hallgatók számára, és a második alkalommal, mikor az megrendezésre került, még a Zsolnai negyed akkor fel nem újított tereibe, a tanszék oktatói, külsős magyarországi, adott esetben egy-két külföldi meghívó is mindig részt vett ezeken a szimpóziónokon. Ez most a 9. alkalom, amikor ez megrendezésre került. Most egy picit csökkentett létszámba vagyunk jelen, de annál intenzívebben használjuk ki ezeket a fantasztikus lehetőségeket, ahogy maga a
szimpózión neve is, léptékváltás, arról szól, hogy nagy méretű, közel 2 méter széles vagy hossz oldalú képeket, műalkotásokat hozunk létre. Mindez 2 hét alatt, és ennek a szimpóziumnak a záró eseményeként természetesen itt a helyszínen egy kiállítás lesz majd látható, és a kiállítás ki lesz egészítve korábbi színerő alkalmával készült munkákkal, amelyek a doktori iskola archívumában találhatók, hiszen a galéria méreteit ez a 8 résztvevőnek az alkotásai nem fogják tudni kitölteni, viszont hát így lesz alkalom betekinteni és ismét felfrissíteni a nézőknek, akik nem látták, hogy találkozzanak olyan alkotásokkal, amelyek, ahogy említettem, korábbi szimpóziónokon készültek. 2 évvel ezelőtt, mikor legutóbb egy hasonló szimpózión, tehát színerő 8 volt megrendezve, akkor a festészet tanszék oktatói az én kollégáimmal együtt megegyeztünk abba, hogy adjunk egy tematikát, egy picit szűkítsük le a témakörét ennek a szimpóziumnak, így akkor a non-figuratív jelölést kapta, és akkor válaszként a mostani pedig a figuratív témakörben zajlik. Ezek történeti idézetek, klasszikus festményekből, hát úgymond átírt részleteket montírozok össze az én munkámon belül. Aztán majd készül egy virágos is. Mindig nagyon jók ezek a típusú rendezvények, akár alkotótelepek, akár ezek a típusú szimpózionok, mert a lehetőségek szerint a szervezők megteremtik egy viszonylag gördülékeny és zökkenőmentes folyamatát ennek az alkotótelepeknek. Itt most anyagokra gondolok, és nem mellesleg ez a fantasztikus tér. És akik részt vesznek ilyen típusú programokba, hát nagyon a korábbi jó viszonyok, ismerettségek elmélyülnek, hiszen egymás mellett dolgozunk, egymás munkáiról olykor beszélünk, véleményt cserélünk, megbeszéljük a egy-egy műnek a folytatását, egy-egy problémát. Tehát azt akarom mondani, hogy ebben a 2 hétben hát intenzíven lehet az alkotással foglalkozni, majdhogy nem a külvilágot kizárva, vagy legalábbis mindenki arra törekszik, hogy amennyire csak lehet, adja át magának ennek a fantasztikus lehetőségnek, hogy ilyen körülmények között, ilyen adottságok mellett tud dolgozni. Az elkészült képeket megtekintheti a nagy közönség is. Február 8-án tartják a kiállítás megnyitóját, majd 24-éig tart a tárlat. Ismét gasztronómiai élményt kínált a Balaton déli partja. Hatalmas érdeklődés övezte az idei gasztrofarsangot, ahol igazi ínyenségek várták a látogatókat. Az idén 6 étterem, 2 cukrászda és 11 borászat fogott össze, hogy a téli Balatont népszerűsítsék. A programra közel 2000-en látogattak el. Élő zenével is szórakoztatták a vendégeket a második gasztrofarsangon Balatonlellén. Bár a szervezők idén nagyobb hellyel készültek, tekintettel a tavalyi érdeklődésre, így is zsúfolásig megtelt a sátor a rendezvénytéren. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen fantasztikus rendezvényekkel tudjuk a vendégeket ide csalogatni, immár most második éve, és olyan örömmel tölti el a lelkemet, hogy ennyi nép itt van, és annyira fantasztikus.
Nem csak helyiek és környékbeliek látogattak el a gasztronómiai rendezvényre, hanem az egész országból érkeztek ínyencek, akik számtalan étel közül válogathattak. A mai rendezvényre először bemutatnám az előételünket. Ez egy házilag pácolt lazac, zelleres almasalátával és egy tormahabbal, mindez egy pirított roskenyéren van tálalva. Majd ezt követi a főételünk, ez egy szuvidált sertés szűzpecsenye. Halkocsony a pontyfiléből, korhelyleves és malackaraj pergelt káposztával, a többi között ilyen ínyenségekkel is várták az érdeklődőket a hétvégi balatonlellei gasztrofarsangon. Maximálisan meg vagyunk elégedve, mi ilyent nem eszünk otthon ilyen ételt, tehát amit itt kapunk. Mi otthon ugye az alapételeket eszük, a pörkölt, meg ami nehéz az embernek, itt meg egy könnyű étel, abból meg tudunk enni 3-4 legalább. 6 étterem, 2 cukrászda és 11 borászat fogott össze idén, hogy a téli Balatont népszerűsítsék. Egy nagy ötlet volt és nagyon jó volt, hogy a gasztronómia és a borászat egymás mellé került, és be tudnak mutatkozni egy pavilonba, egy sátorba a helyi borászok és a helyi vendéglősök, étterem tulajdonosok. A gyerekeket fánkevő és jelmezversennyel is várták, a szervezők minden korosztályra gondoltak. Azzal a céllal szerveztük meg az első gasztrofarsangot, hogy ne csak nyáron, hanem télen is legyen az embereknek hová ellátogatni, legyenek programok és ismerjék meg a téli Balatont is. A Balaton lele, illetve a Boglári egész éven át nyitva tartó éttermek, borászatok, cukrászdák és kávézók találták ki ezt az összefogást. A programok sora pedig folytatódik, hiszen ezen a hétvégén farsangi regattára csábítják az érdeklődőket Balatonlellén, Fonyódon pedig 10. alkalommal rendezik meg a Kolbászfesztivált. Új lemezét mutatta be a Margaret Island Pécsen. A zenekar már többször is járt a Baranyai megyeszékhelyen. Az együttes tagjaival a koncert előtt beszélgettünk. A Margaret Island látogatott Pécsre. Az együttes új lemezét mutatták be egy koncert keretében. Ez az év első ilyen klubkoncertje, úgyhogy nagyon vártuk, hogy ide jöhessünk Pécsre, és a tavalyi évet is itt kezdtük nálatok, pont ugyanígy az Est Caféban, úgyhogy ez egy ilyen hagyomány lett nekünk, úgyhogy mindig szeretünk itt játszani, úgyhogy ez ma is így lesz, remélem. Lábas Viki szerint minden együttes életében fontos állomás, amikor kiadnak egy új lemezt. Az énekesnő hozzátette, ez náluk is meghatározó esemény. Első és a harmadik lemez az mindig egy mérföldkő a zenekarok életében, így a harmadik lemez az nálunk is az lett, és elég eklektikus lemez lett. Próbáltunk kísérletezni, nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltunk, próbáltunk nyitottak lenni különböző zenei stílusokra, és ezeket ötvözni ezen az albumon, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas kis lemez lett, amihez megpróbáltunk mi is egyre több szöveget hozzáadni, és úgy mondtunk be külső füleket, hogy mi azért többet dolgoztunk, vagy hát nem. Tehát, hogy sokat dolgoztunk rajta, hogy olyan legyen, amilyen lett, és szerintem nagyon nagy öröm, hogy rengetegen megvásárolták már a lemezt, ami Magyarországon már elég ritkaság számban megy, úgyhogy örülünk neki. Az együttes számára még mindig meglepő, de örömteli, ha a közönség ilyen hamar megszereti, és már énekli is az új dalokat. Nagyon meglepő volt, hogy tényleg az első pillanattól kezdve énekelték velünk a dalokat, szóval hogy azt látom, hogy van már egy ilyen kis pici bázisunk, akik így követnek minket, és tényleg tudják a dalszövegeket az első pillanattól fogva, és nézik, hogy mik az újdonságok tőlünk, és ez egy tök nagy dolog, és nagyon-nagyon örülök neki. Törőcsik Kristóf az együttes jövőbeni terveiről mesélt stábunknak.
A zenekar életében mérföldkő lesz februárban egy MIPÁS fellépés, egy kamarazenekarral kiegészülve fogunk játszani dalokat, mind a három lemezről, és hát rengeteget készülünk rá, és ez egy, szerintem egy nagyon érdekes és nagyon, nem tudom, kihívásokkal teli momentum lesz a zenekar életében. A Margaret Island tagjai mind szeretnek Pécsen zenélni. Viki, Bálint és Kristóf is megtalálta már a kedvenc helyét a városban. Nekem ugye testvérem is járt ide egyetemre, meg most lehet, hogy a Bálint testvére is ide jön egyetemre, ugye én a szomszédos megyéből jövök, szóval nekem nagyon-nagyon sok emlékem kötődik ide Pécshez, és mindig nagyon-nagyon szeretünk visszajönni, hiszen 5 éves a zenekar idén, és már hát nagyon sokszor játszottunk, minimum 7-8-szor játszottunk itt nálatok Pécsen, úgyhogy nagyon-nagyon szeretünk ide visszajönni, mert tudjuk, hogy hol lehet jókat enni, inni, úgyhogy igazából kicsit így otthon is érezzük magunkat. A fotósunk Lili, ő pécsi születésű, úgyhogy ő a mi idegenvezetőnk, itt ő tudja a legjobb helyeket. Az együttes már nem először járt a Baranyai megye székhelyen. A jó hangulatú koncertek mellett fontos pillanatok is idekötik a Margaret Island tagjait. Érdekes, hogy nálatok kezdik az évet, és nálatok is mutattuk be először a lemezt még megjelenés előtt, úgyhogy ez egy nagyon jó kis hely, meg szeretünk ide jönni. Ennyi volt már a képtár, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!